Bori megkeresi Maut. Jó reggelt, Bori! Ébresztő! Jó reggelt, anya! Jó reggelt, Mau! Mau? Mau! Ide bújtál. Bori! Kész a reggeli? Megyünk már! Schröder asszony! Majdnem elfelejtettem, sajnálom. Intézkedem. Mau! Miért nem jössz? Mau! Reggeli! Bori átmegy a kulcsért. Igen, kellemes nyaralást. Megfeledkeztem Schröder néni lakáskulcsáról. Mi fogjuk locsolni a növényeit, amíg nyaral. Átszaladnál hozzá? Uh-huh. És visszafelé hívd be Jakabot. Rendben. Mau, gyere elő! Cic, gyere! Te hova mész? A szomszédba. Én is megyek. Anya, Jakab is velem jön. Rendben. Várj meg, Jakab. Én fogok nyerni. Nem én. Ó, Jakab, még el is kerítették. Csak ezt a részt. Igaz. Csókolom. Csókolom. Alig, hogy erre járt Mau kandúr, és már is megjelent Bori. És én. És Jakab. Anya megkért, hogy vigyük át a kulcsot. Jó, itt van a táskában. Ez a tiétek. Köszönjük. Csokoládé, te jó. Csomagoltam Maunak egy kis cica csemegét. Adjátok oda neki. Köszönjük, csókolom. Sziasztok! Ne lépjetek a betonra, még száraz! Jó! Nos, minden rendben ment. A kulcs! Mau is kapott csemegét. Mi pedig csokoládét! Ez remek, de tudjátok, édesége csak a reggeli után ehettek. Akkor Mau is a macskatáp után ehet csemegét, ugye? Igen, így van, de ő most odakint játszik. Ha? Mau? 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 Merre vagy? Nos, Bori? Mau egész nap nem volt itthon. Biztosan a környéken barangol. Reggel ott fog aludni melletted, és délig fel sem kell. Biztos? Biztos, hidd el, így lesz. Na, gyere ide. Vajon hová tűnhetett? Mindig haza szokott jönni. Talán talált valami érdekeset, egeret, vagy egy másik cicát, vagy... Vagy lehet, hogy eltévedt. Mau nagyon okos. Biztos hazatalál. De akkor miért nincs itt? Tudod mit? Gyere, megkeressük Maut. Szisztematikusan. Szisztematikusan?
Nos, egy terv szerint, ahogy az igazi detektívek. Mint az igazi detektívek? Hol kezdjük a keresést, Bori? Az egerek házánál, jó? Pompás. A helyek, ahol Maut keressük, az egereknél? Az ágyban, a baba kocsiban, a könyvespolcon, az esővizes dézsa mögött, az autó ülésén, Mau. És az almafán. Mau elveszett, én megmondtam. Még épp csak elkezdtük keresni. Most készítünk néhány szórólapot. Mit? Néhány szórólapot? Mau képével. Igen, kinyomtatjuk majd a képét. Rajta lesz a telefonszámunk is, és mindenhová kitesszük. Ó, jó. Mi lesz, ha nem vagyunk itthon, mikor hívnak? Itt őrködöm, amíg plakátoztok. Nos, ide kitűzünk egy szórólapot. Drága Mau, remélem hamar megtalálunk. Tessék! Vigyázz, nehogy megszúrjon. Vigyázok! Szia, nem láttad a kandúromat? A nevem Mau, és így néz ki. Nagyon aranyos, de nem láttam őt, úgyhogy nagyon sajnálom. Arra a fára is tűzzünk fel egyet, apa. Így, kész is. Várj, állj meg! Mi történt? A cicámat keresem. A neve Mau, láttad őt? Nem, sajnos nem. Biztos, hogy emlékeznék rá. Sok sikert! Köszönöm. Telefonált valaki? Sajnos nem. Bori, nem olyan régóta keressük Maut. Ehhez sokkal több türelem kellene. Ne csüggedj, Bori. Folytatjuk a keresést. De hogyan? Szerinted mit csinálna most egy igazi detektív? Hát... Gondolkozz csak. Mikor láttad utoljára Mau kandúrt? És főleg, hol? Tudom már. Tegnap ott volt a könyvespolcon. De ott már kerestük őt. Ó, ott is. Együtt játszottunk. Szóval akkor ezért feküdtél ott, amikor kijöttem. Ezután mentetek át Schröder nénihez. És kaptunk tőle csokit. Így van, Jakab. Igen. Schröder néni azt mondta, hogy éppen akkor látta ott Maut. Lám, új nyomra bukkantunk. Mau! Ez meg mi? Ha? A cipőm nyoma. De Jakab nem tehet róla. Persze. Ó, nézzétek! Cica lábnyomok. Biztos Mau csinálta. Talán igazad van. Mau! Merre vagy? Mau! Gyere! Mau! 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 Tegnap még volt benne táp. Jó megfigyelés. Akkor Mau itt ehetett. Mau! Gyere! Csemege! Ez... Mau! Hová bújtál el? Mau! Szegény Mau! Végre megvagy! Mindenhol kerestünk! Mau! Gyere ki! Gyere! Hú! Mau! Végre valahára megkerült a mi kis csavargunk. Vigyük is haza. De hogyan? Schröder néni nincs itthon. De nálunk hagyta a háza kulcsát. Igen, hogy meg tudjuk locsolni a növényeit. Ide hozom. Jó! Gyere,
nagyon éhes vagy már. Vajon hogy ment be Mao a házba? Szerintem beszökhetett a nyitott ajtón. Schröder néni pedig úgy utazott el, hogy nem vette észre. Álljatok félre egy kicsit, hogy kiszabadíthassuk a kis rabot. Siess, apa! Ügyes vagy! És? Gyere, Mao! Mostantól jobban vigyázok rád. Az nem lesz olyan egyszerű. A macskák a saját útjukat járják. Akkor én is vele tartok. Azt inkább ne. Legközelebb még téged kell megkeresnünk. Az nem lenne jó munka. Magyar hangok. Bekár Adrien, Hámori Eszter, Berec Uwe, Gubányi György István. Magyar szöveg Friedrich Kati. Szerkesztő Horváth Ádám Márton. Hangmérnök Géci Levente. Szinkronrendező Gömöri V. István. A szinkront az MTVA megbízásából a Hangkép Szinkron csoport készítette. Bori megkeresi Mao-t. Jó reggelt, Bori! Ébresztő! Jó reggelt, anya! Jó reggelt, Mao! Mao? Mao! Bújtál. Bori! Kész a reggeli? Megyünk már! Schröder asszony! Majdnem elfelejtettem, sajnálom. Intézkedem. Mao! Miért nem jössz? Mao! Reggeli! Bori átmegy a kulcsért. Igen, kellemes nyaralást. Megfeledkeztem Schröder néni lakáskulcsáról. Mi fogjuk locsolni a növényeit, amíg nyaral. Átszaladnál hozzá? Uh-huh. És visszafelé hívd be Jakabot. Rendben. Mao, gyere elő! Cic, gyere! Te hova mész? A szomszédba. Én is megyek. Anya, Jakab is velem jön. Rendben. Várj meg, Jakab. Én fogok nyerni. Nem én. Ó, Jakab, még el is kerítették. Csak ezt a részt. Igaz. Csókolom. Csókolom. Alig, hogy erre járt Mao kandúr, és már is megjelent Bori. És én. És Jakab. Anya megkért, hogy vigyük át a kulcsot. Jó, itt van a táskában. Ez a tiétek. Köszönjük. Csokoládé, te jó. Csomagoltam Mao-nak egy kis cica csemegét. Adjátok oda neki. Köszönjük, csókolom. Sziasztok! Ne lépjetek a betonra, még száraz! Jó! Nos, minden rendben ment. Aki van Bori, az
Bori. Bori a várba látogat. Egy számla, meg még egy. És reklám, reklám, reklám. Nézzétek, ezen egy vár van, meg egy lovag, és lovak. Mm-hmm. Ó, tényleg. Mi van ide írva? Élménynapot tartanak a Knippenstein várban. Ismerje meg a lovagok életét. Ó, lovagok, elmehetünk. Lovag, 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 lovag! Mi ez a hangzavar? Menjünk el a várba! Nézd! Elég messze van innen az a vár. Lovag, 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 lovag. Meggyőztetek! Jakab, látod? Nézd, ott a várkapu, a torony. Nézd! Ó! Hú, ez jó kis mulatság. Mivel kezdjünk? A lovakkal. Nem, a lovagokkal. Sajnálom, de nekem vécére kell mennem. Nekem is! Jaj, ne! A mosdók a vár bejáratánál vannak. Jó napot! Anya, nézd, a lovagok! Igen! Na, meg is vettük a belépőket. Mondjátok meg, hova menjünk először? Oda! Oda! Jó! Jó napot! Négyen vagyunk. Egy hős lovag, egy vár kisasszony és a két szolgáló. Fáradjanak beljebb. Köszönjük! Na hát, ez aztán jó nagy szoba. Igen, ez a lakószoba. Mint a mi nappalink. Igen, mondhatjuk. Esténként a kandallónál ültek és beszélgettek. Itt étkeztek, és itt ünnepeltek. Jó meleg! Arra hidegebb volt. Nos, ekkora tűz nem tud befűteni egy egész szobát. Nemes hölgyek, mivel szolgálhatok? Ti mit csináltok? Az apródom a sisakomat olajozza éppen. Azért, hogy ne nyikorogjon. Nyikorgó lovag, ki hallott már ilyet? De mi az az apród? Az apród az a lovag tanítványa. Segít neki, és megtanulja, amit egy lovagnak tudnia kell. Áhá! Bori, gyere! Ezt nézd! Ez én vagyok, és te? Áhá, szóval lovag vagy. Hogy? Mert ilyen nagy kardja van. Nos, nagyon veszélyesnek tűnik, és jó súlyosnak is. Elbírom. Én inkább az lennék, mert neki van kardja, és... A pajzsra gondolsz? Mi? Ez egy pajzs? Igen, ezt úgy hívják, hogy pajzs. Ezzel védekezünk. Szeretnéd megfogni? Éj,
Igen! Ó, jó nehéz! Az! De a páncélzat még ennél is sokkal nehezebb! Kérek egy kardot! Pillanat! Tessék! Au! Sikerült! Sikerült! Mégiscsak nehéz ez a kard. Ó, már nem bírom el. Voltak lánylovagok is? Mi? Hogy lánylovagok? Nem voltak. A szomszéd szobában egy várkisasszony ül. Ő majd mesél nektek a várban lakó gyerekekről. Köszönjük! Igen. De jó lesz! Jó nehéz volt a pajzs. Szegény lovag. A kard még nehezebb volt. Tényleg? Ó, nézzétek! Mennyi játék! Ez a gyerek szoba. Inkább a szülők hálószobája. Ez itt a gyerek és a felnőtt szoba. Ebben a fűthető szobában élt együtt az egész család. Mi a neve? Asszony szobának hívják. Ez volt a vár fűtött szobája. Nevezhetnénk kandalló szobának is. Há? De a másik szobában is volt egy nagy kandalló. Bár ott nem volt ilyen jó meleg. Igen, mert az egy nagy terem. Ez a szoba télen is meleg volt. Hol van a gyerekszoba? Gyerekszoba sajnos itt nincs. Akkor hol játszottak a gyerekek? Kint az udvaron, vagy itt bent, és itt is aludtak. Az egész család egy nagy ágyban aludt. De jó! Na hát, mondd, mi az? Egy hímzés. A fiúk harcoltak, a lányok pedig megtanultak szőni, háztartást vezetni és hímezni is. Inkább lovag lennék. A hímzés is nagyon fontos feladat, és nem is olyan könnyű. Ezt a képet ismerem, ott is láttam. Ez a Knippenstein család címere. Na is, szeretnétek játszani? Remek. A címert a várban több helyen is lehet látni. Hogyha meglátjátok, húzzátok át a megfelelő képet. Ha mindet megtaláljátok, az udvarban egy meglepetés vár benneteket. Értem, így. Milyen nagyszerű szerszámos láda. Ez egy ruhás láda. Régen nem volt se szekrény, se válfa. Jó lehetett. Mármint a tető fel, ruha be, tető le. Igen. Jó szórakozást a várban. Keressétek a címert. Jó! Apa, mi az a címer? A lovagok, királyok, hercegek rajzoltattak egy képet a nevük alapján. Ott a kő, németül Stein, mint a Knippensteinban. A címer rajta volt a ruhán, a pajzson és a lobogón is, amit a várban kitűztek. A tornyon lobogó zászló messziről látszott. Abból tudták, hogy ez a Knippenstein vár. De jó! Bori, Jürgen, ezt nézzétek! Micsoda? Ez itt a WC. Az nem lehet. Beleesik a kaki. Igen. Ezért hívják pottyantósnak. Potty és eltűnt. Itt nem szívesen pisilnék. Én sem. Nem tenne jót a hideg húzat a fenekünknek. Háromszázhetvenöt, háromszázhetvenkilenc, háromszáznyolcvan.
400-hoz lépcsőt. Apa, vegyél fel! Jó. A lovagoknak páncélban kellett ide felmászniuk. Ó, ott látom a címet! Én megéheztem, ti nem? De, én igen. Szia. Támadás! Pallosom van. Jön az erősítés. Egy ilyen kis lovagért én is kerestem volna a címereket. Megkeresheted az enyémet. Ez nagyon szép lett. Ezek mi vagyunk? Persze. Ez a mi családi címerünk. Ez igen. Szép. Hazám. Magyar hangok. Bekár Adrien, Hámori Eszter, Berec Uwe, Gubányi György István. Magyar szöveg Friedrich Kati, szerkesztő Horváth Ádám Márton. Hangmérnök Géci Levente, szinkronrendező Gömöri V. István. A szinkront az MTVA megbízásából a Hangkép szinkron csoport készítette. Bori a várba látogat. Egy számla, meg még egy, és reklám, reklám, reklám. Meg egy lovag, és lovag? Ó, tényleg. Mi van ide írva? Élménynapot tartanak a Knippenstein várban. Ismerje meg a lovagok életét. Ó, lovagok, elmehetünk. Lovag, 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 lovag. Mi ez a hangzavar? Menjünk el a várba. Nézd. Elég messze van innen az a vár. Lovag, 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 lovag. Meggyőztetek. Jakab, látod? Nézd, ott a várkapu, a torony. Nézd! Ez jó kis mulatság. Mivel kezdjünk? A lovakkal! Nem, a lovagokkal! Sajnálom, de nekem vécére kell mennem. Nekem is! Jaj, ne! A mosdók a vár bejáratánál vannak. Jó napot! Anya, nézd, a lovagok! Igen! Na, meg is vettük a belépőket. Mondjátok meg, hova menjünk először? Oda! Oda! Jó. Jó napot. Négyen vagyunk. Egy hős lovag, egy vár kisasszony, és a két szolgáló. Fáradjanak beljebb. Köszönjük. Na hát, ez aztán jó nagy szoba. Igen, ez a lakószoba. Mint a mi nappalink. Igen, mondhatjuk. Esténként a kandó.